Jó estét kívánok nézőinknek! Önök a Tatai Televízió napi híradóját látják április 11-én csütörtökön. Tartsanak velünk ma este! A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács tagjai üléseztek ma a Városházán. A Vaszariban és a Jászmin utcai tagintézményekben is megemlékeztek a költészet napjáról. Kányádi Sándorra emlékeztek a költészet napján. Soron következő ülését tartotta a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a Városházán. Az ülésen 5 napi rendi pontot tárgyaltak a tagok, amelyek között szó esett az aktuális gyermek- és családvédelmi feladatokról, valamint az idős gondozás kérdéseiről is. Összefoglalón következik. 5 napi rendi pontot tárgyaltak a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács tagjai soros ülésükön a Városházán. A 2004. júniusában alakult szervezet a Tatai Kistérséghez tartozó települési önkormányzatokat összefogva a fejlesztések előmozdításán és az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelésén dolgozik. Az ülés napi rendi pontjait Mihi József polgármester foglalta össze. Szociális alapellátó intézményünknek új igazgatót kell választanunk. Örömmel jelentem, hogy nagy érdeklődést váltott ki a pályázati kiírásunk. 6-an pályáztak, 3-an jelenlegi vagy volt dolgozója, sőt 4-en, aki volt ott már korábban munkatárs, illetve 2-en egyéb elszánásból adták be pályázatokat. Remélem, hogy tudunk majd egy jó döntést hozni. Az előkészítő bizottság elvégezte a munkáját, javaslatot tett. Ma meghallgatjuk még a kistérségi ülésen is a pályázókat, és aztán ezt követően döntést hozunk. A másik, hogy időközben a szociális otthonnak az igazgatója kérte nyugdíjazását, és ott pedig kiírjuk a pályázatot a szocotthonnak az igazgatói állására, és ott pedig egy megbízást kell adnunk az egyik munkatársnak, hogy akkor addig vigye ő a feladatokat. Egy fontos kérdés lesz a beszámolója az egészségügyi alapellátónak, illetve az ügyeleti rendet vívő cégnek a beszámolóját tanulmányoztuk át, és hallgatjuk meg az egészségügyi alapellátónak a vezetőjét. Ezt követően pedig a szokásos egyebek napi rendjeink között meghallgatjuk az alapellátó vezetőjét, meghallgatjuk a tankerület, illetve a rendőrség, illetve a munkaügyi témáért felelősöknek a beszámolóját szoktuk ilyenkor meghallgatni. Nem mindegyik tudott most eljönni, de lesz beszámoló rész. És hát az egész mai ülésünk elején pedig 2 személyt külön szeretnék köszönteni. Jénagy Éva volt járási hivatal vezető asszonytól, nem volt lehetőségünk még ebben a körben elbúcsúzni, úgyhogy őt fogjuk köszönteni, és Magó Ottó igazgató urat is köszöntjük abból az alkalomból, hogy fantasztikus, komoly munkát végzett az elmúlt 12 évben, amiért nagyon hálásak vagyunk, és most itt a kistérség ülésen szeretnénk is ezt neki megköszönni. Az ülésen benyújtott vezetői pályázatok elbírálása után döntés született, melynek értelmében a jövőben a Szociális Alapellátó Intézmény vezetője Németh Zwickl Nikoletta lesz. 1905. április 11-én született József Attila. Születésnapja 1964 óta Magyarországon a költészet napja. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadó estekkel, könyvbemutatókkal tisztelegnek a magyar líra előtt. A Tatai program a Vaszari János iskolában verses-zenés műsorral kezdődött, amelyben a költő életét és verseit dolgozták fel az iskola tanulói. Sikolt a zene, tornyosul, omlik. Parfümös, boldog, forró ifjú pára. Lédával a bálban egyike Ady Endre ismert és nagy hatású verseinek, amelyet a költő életét feldolgozó színdarabban megidéztek a Vaszari János általános iskola tanulói. 3 éves hagyományt folytatva az idén is színpadi produkcióval ünnepelték a Magyar Költészet napját az intézményben. Nekem a versekkel talán magamtól nem sok kapcsolatom lett volna, de már alsó osztályokban elkezdtek engem ilyeneket foglalkoztatni. Onnantól kezdve járok versmondó versenyekre is. Hát ez a mai napig.
Mondjuk pont ezeket az Adi verseket szeretem, ezekből szoktam néha így saját fejem után is olvasgatni. A darabot Sárosi Csaba rendezte és ötletei alapján állították színpadra, bár Adi Endre élete és munkássága nem minden korosztálynak könnyen befogadható, mégis szerették volna, ha megismerik a diákok a 20. század egyik legjelentősebb magyar költőjét. Egy színdarabot megírni az egy úgymond egy vízió, tehát képben jelenik meg a vers, itt minden részletet a színpadtól, most láttátok, most a színpadban próbáltunk újítani, hogy a térben mozogjunk, tehát ne csak, hogy vers, meg színek, hanem tánc, dinamika, de ha kell, akkor legyen benne az a harmónia, a szeretet, tehát lüktess át, mint egy emberi életet. Adit is, most mondhatjuk róla, hogy ilyen volt, olyan volt, egy zseni volt, tehát ez kétségtelen. És őt próbáltuk ebbe a különbségében, de a szeretni valóságában megmutatni a gyerekeknek. Kicsiknek nehezen érthető volt, nem is nekik szántuk, de a hangulatát igen, de a felsősök és szerintem, akik itt megjelentek vendégek, tehát a tartalmát és a mondani valóját biztos vagyok benne, hogy megértették. Az előadás mellett az intézményben verspályázatot is hirdettek, erre több száz diák jelentkezett saját írással, ami a pedagógusokat is meglepte. Nagyon sok érdekes vers, gyönyörű, szép versek születtek. Nehéz is volt a humán munka közösségnek kiválasztani. Itt szeretném megköszönni az ő munkájukat, hiszen ezen a héten rengeteget dolgoztak azon, hogy a mai nap ilyen jól sikerüljön, és hogy ilyen sokat adjanak a diákoknak a költészet napjára. Egy kerengő is volt itt az udvaron, verses köteteket lapozgathattak a gyerekek, valamint egy totó is készült Adi Endre életéről, amiben tulajdonképpen a gyerekek otthon kutathattak, és otthon megoldhatták a feladatot, és ezt is sorsoltuk, úgyhogy sokan foglalkoztak Adi életével, versekkel a mai napra. Azt hiszem, ezzel a két órával lehet, hogy elmaradt a tanóra, de nagyon sokat, sokkal többet kaptak a diákok most ebben a két órában. A költészet napján az iskola mind a 810 tanulója közösen szavalt egy részletet József Attila Naphimnusz című verséből. A költészet napja alkalmából már hagyományosan különféle programokkal készülnek a tatai intézményekben. A Jászmin utcai általános iskolában is minden évben megemlékeznek. A korábbi évek gyakorlatát követve az idén is versmondó versenyt szerveztek. Tanárnéni sokszor mondja, bátran könyvet olvasnánk, ahelyett, hogy folyton bújjuk, Violetta honlapját. A költészet napja alkalmából versmondó versenyen mutathatták meg szavaló tehetségüket a Jászmin iskola tanulói. Az intézmény életében ugyanis már 1975 óta hagyomány, hogy a gyermekek ilyen módon is tisztelegjenek a költők munkássága előtt. Idén a tanulók modernebb hangvételi művekkel készültek az eseményre. Ezen a napon iskolánk tanulóinak, tehát kifejezetten csak az iskola tanulóinak hirdetjük meg, illetve most már évek óta délelőtt egy évfolyamunk ellátogat a Fényes Vasori Idősek otthonába, és ott mondanak el verseket az idős bentlakóknak. Nincs kikötésünk, csak annyi, hogy vers legyen. Egy időben próbálkoztunk, hogy mese és versmondó, de azt gondoljuk, hogy verssel sokkal többen tudnak nevezni, tehát több kisgyerek vehet részt ezen a versenyen. Megtanul egy verset, egy más verset nem az, ami a könyvben van, az a tankönyvében. Jutalom a könyv az első három helyezetnek, illetve amelyik évfolyamon többen vannak ott külön díj is, és a harmadik, hogy szerepelhet a társai előtt. Az iskolai versenyen zsűri értékelte a szavaló diákokat. Többek között a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa is erősítették a bíráló bizottság tagjait. Nagyon kedves a Jászmin iskola igazgatónőjétől, hogy már másodjára hívott el bennünket, hogy zsűrizzünk ezen a szavaló versenyen a költészet napja alkalmából. Az év folyamán is rendszeresen jönnek hozzánk a Jászmin iskola alsós diákjai előadásokra, író-olvasó találkozásokra, bármikor hívjuk, számítunk az ő részvételükre, örömmel mondanak igent, úgyhogy egy nagyon jó és gyümölcsöző kapcsolat alakult ki a két intézmény között az elmúlt években. Nézzük a kiállást, az előadásmódját a gyermeknek, a hangsúlyt, hanglejtést, a versválasztás is nagyon fontos, de azt gondolom, hogy ebben a korosztályban, én az első-második osztályosoknál zsűrizek,
még az a lényeg, hogy ők élvezzék, és szeretettel tanulják és szavalják a verseket. A gyermekeket évfolyamonként értékelte a zsűri, és hirdette ki az első, második, valamint harmadik helyezetteket a tehetséges diákok között. A Magyar Költészet Napja alkalmából rendhagyó előadással készült a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság is, amelyen Kányádi Sándorra emlékeztek. A programon közreműködött a tatai versbarátok köre, akik szavalataikkal tették színesebbé az előadást. A Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság soron következő irodalomtörténeti sorozatának tematikája a Költészet Napja jegyében telt április 10-én a volt Piarista Rendházban. A programon a tatai versbarátok közreműködésével egy Kányádi Sándor emlékműsort hallgathatott meg az érdeklődő közönség. A Népfőiskola azért is ugye több szempontból indokolt, hogy a Népfőiskola ezt elindította, mert van egy irodalomtörténeti sorozatunk is, és abba is illeszkedik, ahhoz is kapcsolódik, így is került be ebbe a programba. És hát a másik pedig az, hogy Kányádi Sándor nekem is nagyon kedves költőm volt, de hát a versei persze a fontosabbak, és azt szeretnénk itt megosztani az érdeklődőkkel, a közönséggel, a népfőiskolai hallgatókkal, és másokkal is, mert nagyon széles érdeklődési köre van, és én örömmel tapasztaltam az utóbbi években, hogy gyarapodott a megjelenések száma. Ugye a megyei lapunkban az nyilván ismerős a nézőknek, hallgatóknak is, van irodalmi melléklet. Szóval a versek nagyon fontos üzeneteket, értékeket hordoznak, és hát ebben Kányádi is azt gondolom példaképünk lehet erkölcsi tartását, emberi minőségét, és hát a versei szépségét azt hiszem nem különben érdemes megosztani. Menetrendi egyeztetéshez várják a tataiak véleményét. Tataváros önkormányzata arra kéri a lakosokat, hogy a vasúti vagy helyi, helyközi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos információjuk, észrevételük van, vagy javaslatuk, akkor április 15-éig a phkukac.tata.hu e-mail címre küldjék el azokat. A tatai rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor rendőrezredes április 17-én 10 és 12 óra között tartja következő fogadónapját a hivatalában a rendőrségen. Az Ady Endre utca 27-es szám alatt várja a hozzáforduló lakosokat. Tataváros önkormányzata értesíti a szülőket, hogy a 2019-2020-as nevelési évre az óvodás korú gyermekek jelentkezése a városban a következő időpontokban történik. Április 23-ától 2-től április 26-áig péntekig, délelőtt 8 és délután 4 óra között. Tatán indul a Mozaik Múzeum túra roadshow. Az első állomáson április 12-én a tatai várban várják az érdeklődőket. Pénteken délután 2 órától egészen 8 óráig lesznek programok, különleges tárlatvezetések, várbeli vérbeli mutatványok, csillagászati bemutató, éjszaka a múzeumban és megelevenedő arcképek. Ezekkel a programokkal várnak minden érdeklődőt. A Költészet Napja alkalmából különleges koncerttel készül a Kultúr Hakni. Április 12-én este 7 órakor az utcabárban várják az érdeklődőket. Közre működnek Turek Miklós színművész, Köllő Krisztina költő, Kovács Enikő költő és a Komárom-Esztergom megyei jogászegylet versmondói. Önkéntesek napja fényesen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt és mindazokat, akik szeretnék szebbé tenni környezetünket. Április 13-án szombaton reggel 8 órától a fényes forrásvidéken várják az önkénteseket. A Tatai Kenderke Néptánc Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt a 100 virágszál bőjti karikázójára az idei évben is. Április 14-én vasárnap 4:12-kor a Kossuth téren várják az érdeklődőket. A Kuni Domokos Múzeum és a Tatai Helytörténeti Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt Zilahi György festőművész emlékkiállítására. A megnyitót április 14-én délután 3 órakor tartják a Vármúzeumban.
Híradónk végén következzenek még egyszer mai híreink egy-egy mondatban. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács tagjai üléseztek ma a Városházán. A Vaszariban és a Jászmin utcai tagintézményekben is megemlékeztek a költészet napjáról. Kányádi Sándorra emlékeztek a költészet napján. Április 11-én csütörtökön önök a Tatai Televízió napi híradóját látták. Köszönjük figyelmüket! Maradjanak velünk, a folytatásban következik Közéleti Kerekasztal című beszélgetésünk, amelyben Mihő József polgármester lesz a vendég. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Én köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, további szép estét! Viszontlátásra!